Precízen önti bele az olvadt csokoládét a formába az egyik dolgozó a prémium minőségű édességhez a szekszádi üzemben. Azt mondja, ez a kedvenc része a munkájának. Ebben a gyárban számos fajta csokoládé készül majd, így például borsos, epres bazsalikomos, vagy éppen meggyes citromos fehér csoki, vagy éppen ropogós, mogyoros, narancsos csokoládé. Több szempontból is eltér egy hagyományos gyártól ez az üzem, mondta Mészáros Andrea, a manufaktúra létrehozója és ügyvezető igazgatója. Csokoládé manufaktúrában a kollégák megváltozott munkaképességű fogyatékos emberek, és úgy alakítottuk ki, hogy az ide látogatók egy üvegfalon keresztül meggyőződhessenek arról, hogy milyen sok mindenre képesek az itt dolgozó munkatársak. A beruházás összesen 28 munkahelyet hoz majd létre, ebből 22 megváltozott munkaképességű, 6 pedig tartósan munkanélküli alkalmazott. Július 7-én a Csokoládé Világnapján nyitott meg a szekszári csokoládé manufaktúra. Erre Simon Attila helyettes államtitkár hívta fel a figyelmet, aki példaértékűnek nevezte a vállalkozás ötletét. Az a kombináció, ami tényleg megvalósul, tehát a kézműves manufaktúriális termékek előállítása és a fogyatékossággal élő személyeknek ebbe a termelésbe az érték előállításba való bevonásának egy olyan példaértékű megvalósulása, ami tényleg precedensként szolgál. A csokoládégyár, ami egyben látogatóközpontként is funkcionál, a borturizmusra is épít majd a jövőben, ami Áncs Rezső Szekszárd polgármestere szerint a város szempontjából is előremutató lehet. Szekszárdon van bor, van kávé. Én azt gondolom, hogy a csokoládé is egy fontos alkotelem lehet annak a gasztronómiai élménynek, amelyet a város tud nyújtani, és hogy ez ebben a körben és ebben a közegben tud megvalósulni, és ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy 21. századi körülmények között történik a gyártás is, és ugye a vendége fogadása is. A csokoládé manufaktúra és a hozzá kapcsolódó rendezvényhelyszín létrehozásához szükséges 200 millió forintot nagyrészt uniós forrásból fedezték, de saját tőke is kellett hozzá.